Az oktatási hivatal adatai alapján összesen 56.008-os jelentkezett a központi középiskolai felvételire. Ennél az előző években jóval kevesebben vizsgáztak. Az első visszajelzések szerint a 8-os magyar nyelv és irodalom feladatsora nem volt nehéz, a matematikára azonban sokan panaszkodtak. Volt, ahol sírás is lett a vártnál nehezebb és gyengébben sikerült teszt eredmények miatt. A tapasztalatok szerint ugyanakkor, ha nehéz az egyik vagy mindkét feladatsor, akkor a ponthatárok is alacsonyabbak lesznek. A portál szerint ez várható idén is, hiszen a beszámolók szerint az idei matek felvételi minden vizsgázónak nehéz volt, így várhatóan mindenki kevesebb pontot szerzett az írásbelin. Megítélésünk szerint inkább az időbeosztás szokott gondot okozni, tehát a 45 percben nagyon jól kell beosztani az idejüket. A feladatok azok ismertek, hosszú évek óta ugyanolyan típusúak a feladatok. Tehát, hogyha azt valaki begyakorolta ügyesen, és itt az izgalommal együtt is az idejét jól be tudta osztani, akkor jól sikerült neki a megoldás. A diákok összpontszámának legalább felét a központi írásbeli felvételi vizsga eredményének kell adnia, nyilván csak azokban a középiskolákban, amelyek kötelezővé tették a jelentkezők számára a vizsga megírását. Az izgalom az nagyon nehéz dolog, tehát azt még felnőttként is nehezen győzzük le, tehát nekik ezt meg kell tanulni, legyőzni, de nyilván ezt azért gyakorlással lehet kicsit oldani. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az első 5 perc nyilván még az izgalomról szól, de amikor a jól ismert feladattípusokat meglátják, akkor szerintem ennek a helyére kell kerülnie. Sok diák idén is csak próbaképpen írja meg a vizsgát. Várhatóan nem olyan középfokú iskolába jelentkeznek majd, amely figyelembe venni a magyar és a matematika teszt eredményeit.